Négy rózsaszín sündisznócska, uzsis zacskója. Nagy izgalommal készülnek a Majd csak színpad tagjai az Animalitas Anime című darab nyíregyházi előadására. A történet középpontjában Imi áll, a 13 éves kamasz fiú, aki úgy is élhetne, mint bármelyik másik osztálytársa. Imi azonban nagyon különleges gyerek, aki sokkal szívesebben lenne felnőttek közt, aki nem szeret otthon lenni, akit a család és az osztálya is épp úgy feszélyez, mint a legjobb barátja vagy a betegsége. Ladnai Lóránd Animalitas Anime című egyfelvonásosa a Fiatal Drámaírók Háza pályázatára született. Ott ismerkedett meg vele az előadás rendezője. Magyar Bogláka az ELTE végzős mesterszakos hallgatója. Bogi általános iskolás kora óta érdeklődik a színház iránt, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 4 éven át volt a színjátszókör tagja, ezért is akarták a fiatalok megmutatni az előadást a nyíregyházi közönségnek. Nem én választottam a darabot, hanem a darab választott engem, ugyanis én ezzel 2023. februárjában a Fiatal Drámaírók Háza által szervezett okulári projekten, a Mítosz fordulón, én dolgoztam már ezzel az előadással, és ott a rövid változatát adtuk elő, egyébként abban a mostani főszereplő is benne volt, és amikor kiderült, hogy ez a rövid verzió megnyerte a fordulót, és egész estéssé lehet bővíteni az előadást, akkor én egyből mondtam, hogy szeretném nagyon-nagyon megrendezni, és igazából az történt, hogy ez nem csak egy előadást élt meg, hanem egy egész évadra terveztünk vele. Akkor megyek suliba. Akkor én megyek dolgozni. A Majd csak színpad egy sokszínű alkotóközösség, színészekből, egy orvostanhallgatóból, a Fiatal Drámaírók Háza egyik tagjából, egy testvérpárból és sok jó barátból áll. Mindenki a tudása legjavát tette hozzá ehhez az első, közös produkcióhoz. Magyar Eszter ikertestvérihez hasonlóan rajong a színház iránt, és annak ellenére, hogy Debrecenben készül orvosnak, szívesen dolgozik a csapattal. A próba folyamatokat igyekeztünk úgy tömbösíteni a nyári hónapok alatt, hogy a legtöbb színész ráérjen próbálni. Ez engem olyan formában érintett, hogy én Budapesten töltöttem most 2 hét nyári gyakorlatot, ami alatt igyekeztünk a lehető legtöbbet próbálni. Ezt követően a szeptember eleje, ami még egy kicsit engedékenyebb és fél év szempontjából is egy kicsit kedvezőbb, és utána pedig a hétvégeket céloztuk meg. Most már szerencsére ott tartanak ezek a próba folyamatok, hogy elegendő egy-egy hétvégét, egy-egy egész napos próbát rászánni az előadás előtt a darabra, tehát nem kell most már olyan aktívan feljárni Budapestre próbálni. A Majd csak színpad tagjai úgy vélik, feltöltődnek a próbákon és a teltházas előadásokon. Támogatójuk még nincs, maguk szerzik be a jelmezeket, és a közönség adományaiból sikerül több helyszínre is elvinni az előadást.